Dobronyi Gazdatársadalom az nagyon aktívan pályázott, és beszerezte azokat az alapvető művelőeszközöket, újakot, amelyek esetleg a sikeres földművelést és ezeknek a termékeknek a piacra jutását lehetővé teszi, viszont ezt meg kell lépni. Ugye Ukrajnában a mi gazdáink, a kis vállalkozók folyamatosan abba ütköznek, hogy tőke hiánnyal küszködnek, mert a bankok a mezőgazdaságnak nem szívesen hiteleznek, ha és egyáltalán hiteleznek. Tehát innen következik, hogy az egyik legfőbb támogatójuk az EGÁR-NEDE gazdaságfejlesztési terv, vagy pályázati lehetőség, amivel gyakorlatilag mindenki jó járnak a gazdák, mert negyed áron juthatnak hozzá azokhoz az eszközökhöz, jó jár az ukrán állam, mert ezek vállalkozók is fizetik az aktuális adókat, jó jár az a kereskedő nyilván az is, aki eladja ezeket a termékeket. Magyarán ez a pénz itt marad a közönségnél, itt marad az országban, és mindenki jó kell, hogy járjon vele, de ezen túl kell lépni, meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ezek a termékek megfelelő formába, csomagolva, egalizálva a piacra jussanak, akár feldolgozott formába is, mert úgy tűnik, hogy Kárpátalja és az Unikum a Fogtán, Kárpátalja-Magyar Lakter része is egy kiemelt turisztikai területté vált az elmúlt években. Akár ukrajnai turisták is nyilván enni, szórakozni akarnak, és én azt gondolom széles teren nyílik a vállalkozásnak e téren. Úgy értem, hogy ezeknek a turistáknak az ellátásában. Egyébként pedig itt a környékünkön ugye egészen fejlett zöldségtermesztési kultúrával rendelkezünk, zömében hálgontúra termelünk. Nyilván mindenképpen ezt a tevékenységet folytatni akarnánk, szeretnénk, mert ez az itthonmaradásunknak az egyik záloga is. A másik, ugye elhangzottak olyan javaslatok, hogy mindenképpen. Jó lenne emelni a pályázati összeget, a pályázati keretösszeget, és vagy pedig egy több ember összefogásával olyan közepes összegű pályázatot kérni, ami mondjuk, mit tudom én, 3 millió és 50 millió, vagy 3 millió és 100 millió közötti intervallumba esik, hogy esetleg nagyobb beruházást is, esetleg közösségi módon meg tudjanak valósítani. Nyilván ezt papírizálni kell, formába kell önteni, és eljuttatni megint a döntéshozókhoz, de mindenképpen hasznos, hogy az emberek akarják ezeket a lehetőségeknek a kihasználását, vagy egyáltalán ezeknek a lehetőségnek a felvetését.